És itt vagyunk, Szegedre megérkeztünk. A mai vlog nagy részét innen fogom forgatni, Szegedről, a napfényvárosába. Egyébként tudtátok, hogy miért napfényvárosa a neve? Azért, mert itt a legtöbb a napsütéses óráknak a száma. Obiba megyünk, itt van Gabi, a két Gabi barátnőnk. Lakást berendezünk, és most ennek érdekében fogunk vásárolni, illetve nem biztos, hogy vásárolni, csak szétnézzünk, hogy mik a lehetőségek. Gabi, van egy listád? Mit fogunk most itt nézni amúgy? Mindent, ami eladó. És de van konkrét elképzelésed, hogy mit szeretnénk? Van. Csak nem. És most mit nézzek? Hogy segíthetek? Engem ne vigyél be, én nem szeretem. Találtam nektek egy benzinfaló szörnyeteget. Szólnátok hozzá, hogy ameddig a lányok vásárolnak, addig válaszolnék egy-két kérdésre, amik így az elmúlt pár napban érkeztek a videók alá. Az első kérdés, AB Channel. Hali, Facebookon vissza szoktad igazolni a jelöléseket? Attól függ, hogy ha a személyes Facebookon jelölsz be, mint ismerős, akkor általában nem szoktam visszajelölni azokat, akiket én nem ismerek. Kócsó Ádám kérdezi, hogy Hali, hány hónapos a kisbaba? Most 12-én volt 9 hónapos. Szegezdi Bálint kérdezi, hogy mindkét autó jobbkormányos. Én több mint 8 évet éltem kint Angliában, és onnan. A következő kérdés a miniszegvélyes tesztelős videó alá érkezett. Kovács János írja, hogy há, én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan kezdtél el vele gyakorolni, milyen környezetben, milyen módszerrel. Hát amit el tudok erről mondani, legelőször, mikor megérkezett, akkor otthon a folyósón kezdtem el gyakorolni, úgymond, aztán bevittem a nappaliba, hogy sikerült dobnom egy hátast tőle, de igazából, hogy van-e rá módszer, szerintem nincs módszer. Az az egyetlen módszer, amit tudok tanácsolni, hogy bohóckodni kell vele egy 10-15 percet, ameddig biztonságosan nem érzed magadat rajta. Talán annyi, hogy ne lefele nézd a lábadat, mert a lábad az szuper jól van. Ne gondold túl, nézd föl, és csak irányítsd az agyaddal. Aztán menni fog az egész. Tóth Bence kérdezi, úgy szintén a miniszegvélyes tesztelős videóval kapcsolatban, hogy mennyit lehet elmenni egy feltöltéssel. Egyébként a teszt videót, ha ide kattintotok, akkor meg tudjátok nézni. Ez ugyebár sok mindentől függ, hogy mennyit lehet vele elmenni. Körülbelül 8-10 kilométert tudnék neked mondani, pontosan nem mértem le. Ez egy körülbelüli szám. Ez attól is függ, hogy hány kilós az emberke, aki megy vele. Milyen terepen mész, meg hogy milyen akkumulátor van benne. Gondolom az olcsóbb akkumulátoros verzióval kevesebb távolságot tudsz megtenni. Az Olika 12-121 kérdezi, hogy mit ajánlok, hogy jobbak legyenek a videói. Ez egy igen jó kérdés, amiről szinte lehetne csinálni egy teljes vlogot. Azért mondok pár dolgot. Azt már ugye mondtam, hogy nem az számít, hogy milyen kamerával, milyen minőségben videózol, hanem maga a sztori, maga a tartalom, hogy mit adsz. Mert a nézők azok megbocsátják a rosszabb minőséget, ha jó a sztorit. Ilyen alapvető dolgok, mint például a világítás, meg az, hogy vágod össze a videókat. Ez a két dolog eléggé föl tudja dobni, illetve elég nagy plusz tud adni egy-egy videónak. Itt vannak a lányok. Itt vagyunk. Elnézést tudom. Mondjad. Éhes a hasunk. Akkor adott a szituáció, megyünk enni. Nem ez a legjobb kínai leves, amit életemben ettem, de ez is megteszi most. Elég volt szregbe. Azt az nagyon ittam. Nagyon finom a leves. És ezt most itt is meg? No, ezt neked készítem, szívem. Itt meg te. Köszönöm, de jól laktam. Hát ez szomjoltóval jó lakás. Jól láttam, hogy mindegy? Mm. Nem láttad jól.
Találtam itt még egy gyöngyszemet. Szép! Nem is gondolna az ember, hogy miket rejt egy ilyen parkoló. Amúgy mit találtál nekünk? Mi ez a kis tugiság a kezedbe? Kutyajáték. Kutyajáték. De nézd, már elpirulta egy picit. Lehet, lehet. De nézd, van itt egy nagyon piruló. Ez a legfurább kutyajáték, amit eddig láttam. Az történt, hogy beugrottunk a Decathlonba, csak szétnézni, esküszünk, csak szétnéztünk. És Gabinak sikerült venni egy ilyen rollert. Úgy ne, így. Úgy ezt próbáljuk összerakni. Úgy alakult, hogy Szofinak pont most kell enni, és amikor Szofinak most kell enni, akkor a szószoros értelmébe kell értelmezni azt, hogy most kell enni. Teljesen mindegy, hogy most a levegőben vagyunk, vagy a vízen közlekedünk, vagy az úton, az utcán, úgyhogy most kell enni neki. Egészségetekre! Ne gondoljatok, ez nem bor, hanem finom must. Jaj! Ez egy lufi volt. Találtam egy újabb szépséget, ezt látotok kell. Ezen a napon már ez a harmadik olyan autó, amire azt mondom, hogy... Az az igazság, hogy nincs túlságosan sok időnk itt bolyongani a borfesztiválon. Mindjárt 7 óra van, és még haza kell jussunk. Egy picit csúszik a mai fürdetés. Ennyi volt a mai vlog mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszik a vlog, akkor ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap töltök fel egy újabb videót. Köszönöm szépen még egyszer figyelmet, találkozunk holnap. Sziasztok! A mai vlog kezdetéhez akarok csinálni egy videót, ami az a következő előkészületek szükségesek. Remélem nem fogtam le ezt a rohadt mikrofont már megint ezzel a kis kamerán. Na, a koncepció a következő, hogy itt van ez a kamera, leszereltem róla a mikrofont, és kétoldalú ragasztót fogok használni. Oké, nagy nehezen sikerült leszedjem a másik oldalát, és elméletileg most ennek ide kellene, hogy ragadjon, és ide is ragadt. Wow! Szerintem jó lesz.